Kilenc óra múlt három perccel már is elkezdjük a sztereót. Köszöntöm a Rádió Dabas hallgatóit és a TV nézőit. Itt van már velem a stúdióban Kőszegi Zoltán Dabas polgármestere. Jó napot kívánok! Szép napot kívánok mindenkinek, és legyen biztonságos ez a nap is, bár egy kicsit hidegebbnek tűnik, mint az előző napok. Ez abból a szempontból akár jó is lehet, hogy kevésbé kívánkozunk ki a természetbe, és kevesebb találkozásra lesz így alkalmunk és így biztonságosabb lehet ez a mai napunk. A karanténhelyzetről szeretnék egy-két mondatot mondani. Van egy újabb elrendelt karantén nosunk, ezzel kilenc főre emelkedett, ez is bizonyítja azt, hogy még mindig egy ilyen lebegő, libegő, stagnáló helyzet van, tehát tegnap ugye tíz alá, illetve a hétvégén tíz alá csökkent az elrendelt karanténok száma de most egy kicsit emelkedett, de még mindig tíz alatt vagyunk. Remélem, hogy ezt a tízes számot nem fogjuk már átlépni, átlépni még a hátra lévő időszakban. A karanténnal kapcsolatban szeretnék egy, egy dolgot pontosítani, hogy azokban a, az otthonokban, lakásokban, házakban, ahol kirakják a piros cédulát, amely jelzik azt, hogy a, abban a házban, abban a lakásban, abban az otthonban hatóságilag elrendelt karanténos lakik él, ez nem jelenti azt, hogy minden egyes ott élő, vagy minden egyes ott lakónak kiárási tilalmat rendeltek el. Arra a személyre vonatkozik a kiárási tilalom, aki miatt elrendelték, illetve akire konkrétan elrendelték. Viszont vannak olyan szabályok, amiket szigorúan be kell tartani ezekben az otthonokban, tehát nem, nem lehetnek közös használati tárgyaik, akár evőeszköz, akár bármilyen más közös használati tárgy, nélkül kell a mindennapjaikat élni, és a személyes kontaktust, a közvetlen érintkezést azt abszolút mellőzniük kell, és ennek eredményeként lehetséges az, hogy akivel egy, ugyan egy háztartásban akik, de külön helyiségekben élik a mindennapjaikat, és nincs közvetlen személyes kontaktus, nincs közös használati tárgy, ez biztosítja azt, hogy hogy annak ellenére, hogy karantént rendeltek el valaki számára, az abból a házból, otthonból kijövők nem jelentenek veszélyt másokra. Azért is van nagy esélye annak, hogy egyébként sem jelentenek veszélyt, mert ők nem megfertőzött betegek, hanem vagy külföldről hazatértek, vagy valószínűleg olyan, térben, olyan közösségben jártak, ahol találkozhattak, tehát nem bizonyítottan, de találkozhattak fertőzött beteggel. Egyébként ez bármelyikünkre igaz lehet, bármikor találkozhatunk vásárlás közben az utcán, bárhol olyan alaki tünetmentes, de mégis fertőzött. Tehát nem kell kétségbe esni, Elég sok telefont kaptunk, és kérdéseket tesznek fel az emberek, az utcabeliek, szomszédok egy-egy ilyen esetben, hogy hogyan viszonyuljanak ehhez a helyzethez. Minden óvintézkedéssel kapcsolatos tájékoztatást és utasítást megkapnak ezekben az otthonokban élők, tehát tudják, hogy mihez kell tartani magukat, és milyen az átlagosnál is szigorúbb óvintézkedéseket kell betartaniuk, úgyhogy nem kell ettől tartania senkinek. Természetesen akik egy ilyen otthonból kilépnek, tudják, hogy, hogy mire kell vigyázniuk, és, és mi a felelősségük. A <kül> Feloldó intézkedésekről beszéltünk itt a műsoridő előtt. Várhatóan lesznek feloldó intézkedések, hogy mik lesznek ezek konkrétan. Csak sejteni lehet, valószínűleg a vendéglátásban és bizonyos mértékben az idegenforgalomban hasonlóan más megyékhez, ahol már az országban feloldások történtek, ahhoz hasonlóan lesznek feloldó intézkedések. Tehát gondolom azt, illetve bízom abban, hogy a, hogy a Dabasi vendéglátóegysége két termek szolgáltatásai bővülhetnek, esetleg teraszok kinyílhatnak. Erre számítunk és készülünk is. Azon túl szerintem még ezen a héten jelentős mértékű feloldó intézkedés nem várható, hiszen Budapesten és Pest megyében még viszonylag magas a fertőzettek száma, és a kórházban ellátásra kényszerülők száma sem csökkent jelentősen. Tehát még továbbra is óvatosnak kell lenni, és ezzel kell számolni. Tehát aki arra számít, hogy teljes feloldókorlátozások lesznek, azoknak nem szeretném, hogy csalódást okozna az, hogyha, hogyha mégsem olyan mértékűek lennének, mint amire számít. De fokozatos feloldásokra lehet következtetni. A statisztikai mutatókból is, és az egyéb ország más területén elrendelt intézkedésekből kiindulva. A Mai nap egy éles nap, az ápolók Nemzetközi Napja. Azt hiszem, hogy egyébként is kérdemlik azt, hogy nagyon sokat gondoljunk rájuk, és hát az elmúlt hetekben nagyon sokat beszéltünk is róluk. És azt hiszem, hogy azok az emberek is, akik soha nem voltak olyan helyzetben, hogy vagy ápolásban részesültek, vagy ők maguk ápoltak valakit, ők is most a hírekből és más uh, információkból összetudták rakni azt, hogy egy ápolónak mekkora felelőssége és milyen terhe van, amit minden nap hordoz magával. Minden napra kell egy újabb motiváció, és természetesen le kell küzdeni a saját félelmeit is, az önmaga biztonságát, illetően különösen egy ilyen vírus uh, időszakban minden elismerésem az övék és az egész város közösség és a régió közössége nevében köszönöm mindazoknak, akik, akik itt élnek velünk, közöttünk, és az ápolói hivatást választották, és ezekben a napokban is helytállnak. Köszönöm a helytállásukat, kitartást kívánok nekik, és hát arra kérek mindenkit, családtagokat, barátokat, ismerősöket, hogy valami kedves gesztustal, valami szép szóval, vagy aprósággal még külön tiszteljük meg őket, és és köszönjük meg nekik azt, hogy, hogy ezt a hivatást vállalták, és természetesen köszönöm minden családtagjuknak is, mert ezekben a hetekben, hónapokban azokra a családokra is jóval nagyobb terhárul, ahol ahonnan minden nap egy ápoló elindul valamelyik intézményben, legyen az kórház, vagy idősek otthona, hogy gondoskodjon másokról, és hát ugye mindenki aggódik a szerettei biztonsága miatt, és hát azt várják, és arra számít mindenki, hogy hogy fertőzés nélkül, betegség nélkül térnek haza. Azt kívánom, hogy ez így legyen továbbiakban is. És szeretném kiemelni a városban működő két idősek otthonában dolgozó ápolóknak a lelkiismeretességét, a rendkívüli szaktudását, precizitását, pontosságát, következetességét. Azt hiszem, hogy az az eredmény, amit ebben a két idősek otthonában az elmúlt hetekben a nagy veszély ellenére fel, tudtak, fel tudtunk mutatni, ez elsősorban nekik köszönhető, vagy szinte kizárólag nekik az ottani vezetésnek és az ápolásban résztvevő minden dolgozónak, kollégának. Úgyhogy azt kívánom, hogy még legyen kitartásuk. Azon túl, hogy ők ápolnak és gondoskodnak másokról, szinte az egyetlen lelki támaszok az idősek otthonaiban. Gondoljunk csak bele abba, hogy, hogy most már több mint két hónapja, majdnem három hónapja a látogatási tilalmak vannak. Tehát nem közvetlen hozzátartozóval nem tudnak találkozni, vagy személyesen beszélgetni az ott élők, vagy Gondozásban részesülők, és hát ez a szeretett kapcsolat is az ápolókra, gondozókra hárul. Ezt folyamatosan fenntartani másokban, lelket tartani, gyógyítani, gondoskodni róluk, ez egy hihetetlen teher és hihetetlen feladat. Úgyhogy ezen a napon különösen gondoljunk rájuk, legyünk velük szolidárisak, és ha van ilyen az ismerősi körünkben, vagy a családunkban, vagy a környezetünkben, akkor valamilyen apró gesztussal kedveskedjünk nekik. Isten értesse őket, és az Isten óvja és is áldja őket, ezt kívánom. A napi gyakorlati dolgok közül egy inkább jövővel kapcsolatos dolgot szeretnék felhozni, illetve említeni. Ugye közeledik a nyár, közelednek a táborozási időszakok, kérdésként merül fel az, hogy, hogy hogyan lesznek, vagy lesznek-e táborok. A táborok megszervezésére és a táborok működésének támogatására az önkormányzat felkészült. Remélem, hogy azok a civil szervezetek, iskola, iskolák, vagy magánkezdeményezések, akik korábban a korábbi években számos változatos programot kínálva táborokat szerveztek, ők is készülnek. Az önkormányzaton nem fog múlni az, hogy minél szélesebb és színesebb palettán lehessen táborokat szervezni a nyár, időszakára gyerekeknek, vagy akár felnőtteknek is. Tehát ennek a lehetősége meg lesz, hogyha ezt központi intézkedésre nem fogják korlátozni, ezt az önkormányzat a költségvetésében elkülönített forrásból támogatja, és hát ezek elérhető áron nagyon változatos módon gyakorlatilag egész nyáron igénybe vehetők lesznek. Ezzel kapcsolatos konkrét pontos tájékoztatást a város honlapján, a Facebook oldalunkon és természetesen majd a következő Dabasi újságban fogunk részletesen beszélni, illetve megkérlek majd benneteket, hogy majd a rádióban is ezzel kapcsolatban kérdezétek a kollégáinkat, hogy legyen minél több információjuk azoknak, akiknek erre igényük lesz. És a stranddal kapcsolatosan annyit szeretnék mondani, hogy a strandon a vizes a felújítását most kezdjük el, tehát készülünk arra, hogy ki fog nyitni a strand, de várhatóan, ez, tehát májusban biztos, hogy nem. Az elmúlt években egyébként az volt a gyakorlat, hogy június közepén, ahogy a tanévnek vége volt, az iskolai év utáni első szabad hétvégén nyitottunk. Ezt nem tudom garantálni, nem azért, mert műszakilag vagy szakmailag nem tudunk erre felkészülni, hanem az óvintézkedések miatt arra készülünk inkább, hogy hogy valamikor június második felében vagy június végén nyitna a strand, abban az esetben, hogyha ennek nincs központi korlátja. Tehát ezzel számolhatnak a helybeliek, és azt hiszem, hogy most ez a nyár elsősorban nem utazásokról és, és távoli kirándulásokról fog szólni, hanem mindenki megpróbálja a lehető legbiztonságosabban megszervezni a, a nyári programjait, erre igyekszünk minél több lehetőséget kínálni itt a városban, és azt hiszem, hogy itt lehet ezt a legjobban kontrollálni majd, hogy valóban a biztonságot meg tudtuk-e teremteni, és garantálni tudjuk-e. erre készülünk város szinten önkormányzat. Az önkormányzattal ezért is van az, hogy a, a strandon a vizes blokkokat felújítjuk. Már egy-két éve terveztük, de ez most nagyon időszerűvé vált, és így a, az ottani és feltételeknek a, a még ö, előírásoknál is ö, ö, biztosabb betartását lehet majd garantálni, illetve olyan fertőtlenítő, rendszeres kézmosó és fertőtlenítő aktusok, illetve mozdulatoknak a megvalósítása lesz biztosított a strandon, ami korábban esetleg nem volt, hát felkészülünk bármilyen időszakra is, de remélem, hogy a nyár az már ha nem is teljesen vírusmentesen, de a vírus veszélyének a legminim, legminimálisabb szintjével fog ránk köszönteni. Mi erre készülünk, hogy, hogy az itteni helyi, dabasi és környékbeli emberek igényeit ki tudjuk szolgálni, ki tudjuk elégíteni, és hogy a nyarat úgy tudjuk tölteni, minél tartalmasabb legyen, minél többet tudjunk szabadban tölteni, akár valamilyen formában közösségben is, vagy közösségekben is, tehát táborozásra és a strandnyitásra az önkormányzat felkészül, és ez a forrásokat is biztosítani fogjuk. A strand esetében ö, várható olyan, hogy a létszám stop lesz, tehát hogyha bemegy, mit tegyük fel 120 ember, akkor azt mondják, hogy ennyi jöhetett be is. Elképzelhető. Igen, elképzelhető. Ö, azt gondolom, hogyha, hogyha nem lesz központi intézkedés, de, de a vírus az, az való jelen van még mondjuk az országban, vagy Európában, akkor ezzel számolni kell, és inkább a biztonságra kell törekedni, hogy azok, akik, akik igénybe veszik a strandszolgáltatását, se nekik, se másnak a nyara ne romoljon el, amiatt, mert mondjuk a vírus újra felülti a fejét, tehát erre fel fogunk készülni. Hogy milyen típusú korlátozásokra kényszerülünk, majd ezt most még nem látjuk, vagy nem tudjuk, de nem kizárt, Viszont ez egy örömteli hír, hogy minden bizonyal fogjuk tudni használni a strandot, és minden bizonyal lesznek különböző programokat nyújtó táborok a gyerekek számára, és ez a szülőknek azt hiszem, hogy ez egy könnyebbség lesz egyszer a szülőknek, mert akár a, a saját pihenésük megszervezése miatt, akár a, a munkavállalásuk miatt ennek óriási jelentősége lehet, illetve azt hiszem, hogy a gyerekeknek most már egyre nagyobb igénye lesz arra, hogy ilyen típusú foglalkozásokon is és napi rendszerességgel szervezett programokon részt vegyenek, úgyhogy erre készülünk, és remélem, hogy ennek nem lesz különösebb akadálya. És a végén még azt szeretném mondani a rádióhallgatóknak és a televízió nézőknek, hogy valószínűleg ritkítani fogjuk a, az én megjelenésemet. Én azt gondolom, hogy, hogy szépen javul a helyzet, minden területen a kollégák, a segítők, az önkéntesek az önkormányzat szakemberei és mindenki végzi a dolgát, teszi azt, ami naponta szükséges, és nem feltétlenül kell az, hogy mondjuk én minden nap szerepeljek, tehát nem az én fellépésem és a média szereplésem a lényeg, hanem az, hogy minden rendben legyen. Továbbra is ugyanúgy dolgozunk. Én úgy gondolom, hogy ha nincs valami rendkívüli, akkor egy körülbelül heti kétszeri, vagy maximum háromszori bejelentkezés elegendő lesz. Mindenki koncentráljon, mindenki figyeljen a saját életére. A tanulságokat vonjuk le, rendezzük azokat a dolgokat, amik rendezetlenek voltak, figyeljünk oda továbbra is, törekedjünk a biztonságra. Tehát ezeket én is csak ismételni tudnám nagyon sokszor, de ezek nagyon-nagyon komoly dolgok, nagyon fontosak, hogy az életünket minőségi napokkal töltsük meg és biztonsággal természetesen mi végezzük a dolgunkat, tesszük, amit, ami szükséges, és hát most már egyre inkább a figyelem nagy része majd elkezd arra összpontosulni önkormányzati szinten, hogy az egyébként az évre betervezett programok, a költségvetésben és az egyik programokban tervezett időszerű feladatok, azok, azok maximálisan el legyenek végezve, és a védekezésre talán majd szépen lassan egyre kevesebb energiát és időt kell fordítani, Éppen ezért azt gondolom, hogy mivel főleg a védekezés miatt és a vírushelyzet miatt volt fontos az, hogy napi tájékoztatás legyen, ilyen szinten talán már nem indokolt, hogy minden nap, minden reggel bejelentkezzek, hogyha valaki majd mégis igénylik ezt, akkor ennek meg, megtaláljuk a módját, hogy hogyan tudunk mindenki számára megnyugtatóan megfelelő mennyiségű információt és tájékoztatást adni, illetve eljuttatni. Én most itt olyan értelemben köszönnék el, hogy nem biztos, hogy holnap leszek, ez attól függ, hogy lesznek-e központi intézkedések, és az kapcsolódnak-e helyiek. Ha nem, akkor vagy csütörtökön, vagy pénteken kérnék lehetőséget arra, hogy itt a kamera előtt és a rádió stúdiójában megszólaljak, és jövő héten pedig minden bizonyal Hetente vagy kétszer, vagy maximum háromszor jönnék be a stúdióba, de ezt majd még le fogjuk pontosítani. Köszönöm szépen az eddigi lehetőséget, és nagyon szépen köszönöm a város minden polgárának, és a régió minden polgármesterének, és polgárának, és mindenkinek, aki valamilyen szolgálatban azon dolgozott, hogy minél nagyobb biztonságban legyünk. Nagyon szépen köszönöm ezt az összefogást, ezt a helytállást, ezt az együttérzést, és ezt a fegyelmezettséget, mert azt hiszem, hogy egyenlőre nagyon jól kezeltük és nagyon jól vészeltük át a, ezt a nagyon nehéz időszakot. Vannak még feladataink, továbbra is fogjunk össze, és figyeljünk egymásra. Köszönöm szépen még egyszer. Mi is köszönjük szépen. A vendégünk volt a stúdióban, Kőszegi Zoltán Dabas város polgármestere.